Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió május 8-ai keddesti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Csak a falak maradnak. Megkezdődött a Hadik utcai orvosi rendelők felújítása, az épület kívül belül megszépül. Kutyatámadás és autóbaleset. Mintegy 100 fiatal mérte össze tudását a megyei elsősegélynyújtó versenyen Baján. Az országos döntő volt a tét. 2 napon át hazai környezetben harcolt a továbbjutásért a Bácskas Erdülő csapata. Szeptembertől már szebb és korszerűbb épületben fogadhatja betegeit dr. Cuk Antal és dr. Völgyi Balázs. Az elmúlt napokban megkezdődött a Hadik utcai orvosi rendelő teljes körű felújítása. A 3 hónapig zajló munkálatok alatt kicserélik többek között a nyílászárókat, és az épület új hőszigetelést, valamint új tetőt is kap. Fercsák Róbert polgármester a Hadik utcai épületet járja be éppen a kivitelezővel. A munkálatok néhány napja megkezdődtek, az épület áramtalanítása már megtörtént. Az orvosi rendelő összesen 52 millió forintból újulhat meg. Az úgynevezett területfejlesztési források elérésével a Bács-Kiskun megyében több mint 63 milliárd forint fejlesztési projekt fog megvalósulni, és ebből Baján 4 és 5 milliárd forint között, és ennek egyik része a 2 orvosi, házi orvosi rendelőnek a megújítása. Az összegből 47 millió forintot ebből a forrásból fedeznek, az 5 millió forintos önrészt pedig az önkormányzat biztosítja, tette hozzá a polgármester. Simon László építésvezető elmondta, a teljes körű felújítás után szinte már csak az épület házszáma marad a régi. Az épület teljes energetikai korszerűsítése készül, ami azt jelenti, hogy homlokzat hőszigetelés, nyílászárók cseréje, új fűtés, új kondenzációs kazán, új radiátorok, teljesen új gépészet, víz, csatorna, fűtés. Az orvosi rendelő jellege megmarad a jelenlegi, 2 rendelős orvosi rendelő lesz kialakítva. Az építészeti munkák tulajdonképpen a homlokzat és a tető teljes rendbehozását érintik. Ezeken felül megújul a vizes blokk is, ahol akadálymentes mosdót is kialakítanak. A tervek szerint a munkálatokkal nyár végére el is készülnek, tette hozzá az építésvezető. Dr. Cuk Antal és dr. Völgyi Balázs rendelése pedig a munkálatok idejére új helyre költözött. Dr. Cuk Antal az I.S. Gyula utca 6. szám alatt található rendelőben, míg dr. Völgyi Balázs a Mártonszállási út 89. szám alatt az egykori bolthelyén várja a betegeit. Rendben lezajlottak a közép- és emelt szintű matematika érettségi vizsgák. Csaknem 74 ezer diák adott számot tudásáról. Középszinten 180, az emelt szintű vizsgán pedig 240 percük volt az érettségizőknek a feladatok megoldására. Az oktatási hivatal keddi MTI-hez eljutatott tájékoztatása szerint matematikából középszinten 1256 helyszínen 71.086 vizsgázó, emelt szinten 86 helyszínen 3.285 vizsgázó tett érettségi vizsgát. A diákok mindkét szinten függvénytáblázatot, zsebszámológépet, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhattak. Az idén már Baja is csatlakozott a felelős állattartás napjához. A budapesti Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére tavaly létrehozott jeles nap célkitűzése, hogy minden év május 6-án felhívja az emberek figyelmét a felelős állattartás fontosságára. A bajai szabadtéri programot sok kísérő rendezvény is színesítette. Táplálási szaktanácsadás, empátiasátor, kvízek, vetélkedők és sok más program várta az állatbarátokat a délután folyamán a belvárosban. Örömmel vállalt el a felkérést a köszöntőre, hiszen ő is nagy kutyabarát, mondta Szenoracki Endre. Nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen a kutyák, a kis állatok elhelyezésének körülményére, az egészségügyi ellátásukra, az etetésükre, adott esetben az ivartalanításukra, illetve próbálnak meg mindannyian olyan körülményeket teremteni, amivel a kutyák, illetve a kisállatok boldog életet élhetnek.
A házi kedvenceket és gazdáikat Fekete Szabolcs plébános áldotta meg. Egyre több betegséggel küzdenek a négylábú barátaink is, ami akár megelőzhető lenne, mondta Kis Mikó Eszter, aki a bajai gyepmesteri telepen és a sükösdi rehabilitációs részlegen állatorvos. Ezeknél a kutyusoknál kiemelten fontos az, hogy a betegvizsgálatok, a különböző beavatkozások az minél kevesebb stresszel járjanak. És ugye ebben próbálunk segítkezni és minél ügyesebbek lenni, ez nem mindig egyszerű feladat. Büszkék arra, hogy Baján is megvalósulhatott az esemény, mondta a Cicák képviseletében Sándor Boglárka. Tavaly még nagyon friss volt, minden még nem tudtunk ehhez csatlakozni, de idén már úgy döntöttünk, hogy ne hagyjuk ki a lehetőséget, és próbáljunk meg egy nagy családi rendezvénnyel kiállni a nagy közönség elé. Kerestünk ehhez partnereket, és szerencsére találtunk is, és nagyon örülünk annak, hogy itt most sokan ugyanazokkal a gondolatokkal tudunk megjelenni. Mindenképpen pozitív a nyilvános megjelenés, hiszen az arra járók láthatják, mennyi ember tesz az ügy érdekében, mondják a szervezők, és ezt sok látogató is így gondolja. Igazából barátokkal akartunk találkozni, és hogy kicsit szocializáljuk a kedves pajtásunkat. Illetve hallottam a kezdeményezésről, és tényleg nagyon jó ötletnek tartom, és támogatom, és próbálom én is kicsit reklámozni a felelős állattartást. A nap fő üzenete, hogy az állatok jobb életkörülményeinek biztosításához országos szintű szemléletváltásra van szükség. Kutyatámadás és autóbaleset. Néhány nehéz helyzet a sokból, amelyben helyt kellett állniuk a diákoknak kedden a Petőfi-szigeten. Az elsősegélynyújtó verseny megyei fordulóján 20 csapat mutathatta meg, mire képes vészhelyzetben. Hogy hogyan értékelték a fiatalok a feladatokat és kik bizonyultak a legjobbaknak, a folytatásban megmutatjuk. Újabb szolgáltatással bővítette kínálatát a bajai Turinform iroda. Mostantól kezdve a főtéri irodán keresztül is lehetőség nyílik kerékpárok kölcsönzésére. Az érdeklődők többféle jármű közül választhatnak, így egyénileg, párban vagy akár családok is igényelhetik a kerékpárokat. A kellemes nyári időnek köszönhetően több időt töltünk a szabadban, a hamarosan elinduló fesztivál szezon során pedig egyre több szabadtéri programon vehetnek részt az érdeklődők. Ilyenkor sokan látogatnak a városba, a turisták pedig gyakran választják a kétkerekű közlekedési eszközöket a gépjárművek helyett. Jó hír számukra, hogy a Turinform iroda az idei évtől kezdve a turisztikai központtal együttműködve bővíti szolgáltatásait, és lehetőséget biztosít a kétkerekű járművek kölcsönzésére is. Úgy gondoltuk, hogy itt jobban szem előtt vannak a kerékpárok, több turista megfordul a Turinform irodában, illetve a helyi lakosok közül is, ugye Szentháromság téren azért többen megfordulnak. Ezért döntöttünk úgy, hogy néhány kerékpárt elhoztunk a turisztikai központból, és ezeket nálunk lehet kölcsönözni. Van lehetőség egy órára, két órára, fél napra, egész napra is a kölcsönzésre. Van férfi kerékpár, gyermekkerékpár, női, és van tandem. Reményi László, a Bajai Fiatalokért Egyesület elnöke szerint több szempontból is hasznos lehet, ha valaki két keréken közlekedik a városon belül. Már 1 kilométer kerékpározás is jótékony hatású, és hát természetesen minden rendben az egészségével, annak nagyon jó, de aki esetleg egy picit nehezebben mozog, az is kerékpárral könnyebben el tud jutni bárhova. Egy az iroda előtt kihelyezett plakát tájékoztatja a helyi lakosokat és a városban látogató turistákat a kölcsönzési lehetőségről. Schäfer Andrea kiemelte, bár egyelőre csak a kétkerekű bicikliket lehet igénybe venni a téren, tervei között szerepel, hogy a Petőfi-szigetből felhozzák az úgynevezett bringóhintókat is, így várhatóan júniustól már a 4 kerekű biciklikkel is bebarangolhatják a várost az ide látogatók. Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin, és bruttó 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán a MOL enyerté. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 381 forintra nő, a gázolajé pedig 389 forintra emelkedik. Az üzemanyagok ára legutóbb május 4-én változott, akkor a 95-ös benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 4 forinttal drágult. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Május 8-án tartják a Vöröskereszt világnapját. A magyarországi szervezet Bács-Kiskun megyei csoportja ebből az alkalomból rendezte meg az elsősegélynyújtó verseny megyei fordulóját. Az idén 20 csapat mérte össze tudását a bajai Petőfi-szigeten.
Autóbalesetet szenvedett egy család, hárman az autóban vannak, egy sérült viszont a jármű előtt fekszik. A mentő érkezéséig a helyszínre érkező segítőknek kell ellátniuk a sebesülteket. Itt az autós baleset, ugye, ahogy volt, itt volt egy szemsérültünk, akit el kellett látni, egy gerincsérült, aki kiesett az autóból, illetve egy medence sérültünk volt, és egy borda törött. Az első segélynyújtó versenyen nem volt egyszerű feladata a fiataloknak, hiszen minden állomáson más és más eset várta őket. Az idén 20-5 fős csapat indult, őket általános és középiskolás, illetve felnőtt korosztályban külön értékelték a pontozók. Mindegyik feladattípusra ugyanannyit gyakoroltunk. Ugye a feladatokat nem nagyon tudjuk, hogy mik lesznek. Eddig volt egy újraélesztés, és ez a második kárhely, ahol vagyunk. Hát nagyon reméljük, hogy sok pontszámot el fogunk vinni, és hogy jól fogunk szórakozni. Minden esetre eléggé, hát én izgulok, a többiek kevésbé, és reméljük, hogy jól fog sikerülni. Fejedet, hány ingered, nem szédülsz. Nagyon fáj, csak a kezdet. Az egyik állomáson egy nem mindennapi szituációban találták magukat a csapatok. A helyszínen 4 sérültet találtak, és egy felbőszült kutya is megnehezítette a dolgukat. A diagnózis 2 kartörés, egy artériás és egy vénás vérzés volt. Szerintem azért nehéz ez a feladat, mert a csapatban 5 vagyunk, és 4 feladat volt, így minden embernek csak egy, tehát minden feladathoz csak egy ember jutott, és ezért volt nehéz. Mennyit készültetek erre a mai versenyre? 4-5 hónapot készültünk, minden héten 1 órát. Május 8-a Őri Dunó születésnapja, aki 1881-ben indította útjára a Vöröskeresztes mozgalmat. A szervezet munkájában a legnagyobb kihívást a donortoborzás jelenti. A megyében évente 25 ezer fő véradóra lenne szükség a biztonságos ellátáshoz. 2 esetben nincs különösebb tennivalónk, az az egyik, amikor valaki otthonról hozza a segíteni akarást, tehát mint egy más magatartás mintát is örököl a családjából, vagy pedig, hogyha személyes érintettsége volt már a dologban. Tehát családjában, szűkebb ismerettségi körében, munkatársának, szomszédjának szüksége volt már vére. Az első segélynyújtó verseny ősszel az országos döntővel folytatódik Miskolcon, ahová a megyei nyertesek jutnak tovább. A Sugovica parton megrendezett fordulóban az idén a bajaiak taroltak. A fiatalabb korcsoportban az újvárosi általános iskola csapata bizonyult a legjobbnak, míg a középiskolások közül a Szent László AMK képviselheti majd Bács-Kiskun megyét. Nyílt napra várják a látogatókat a bajai mentőstisztek. Május 12-én egésznapos programot szerveznek a bajai mentőállomáson, ahol ezúttal is szórakoztató foglalkozásokkal és bemutatókkal készülnek az érdeklődők számára. Különböző szűrővizsgálatokra, vércukor, testzsír, látás és EKG mérésre várják a bajaiakat, emellett lehetőség nyílik az egyes mentőfelszerelések kipróbálására is. A helyszínen bemutatják különböző egészségügyi technikák alkalmazását is, így az újraélesztés és a kötözés helyes alkalmazását is megismerhetik az érdeklődők. 11 órától baleseti szimulációval egybekötött mentéstechnikai bemutatót tartanak, amelynek során a látogatók megtudhatják, hogyan dolgoznak a mentőtisztek a mindennapokban. A részvétel ingyenes, a jól teljesítő résztvevőket pedig jutalomban részesítik. 10. alkalommal szervezik meg az idén a Pünkösdváró Kórus Fesztivált. A csodálatos Baja rendezvénysorozat részeként az énekkarok a Bácskai Kultúrpalotában állnak a közönség elé május 12-én szombaton délután 4 órakor. Az idén is érdemes ellátogatni a rendezvényre, mondta híradónknak Makai Gézáné karvezető. Az idei a 10. évforduló, és a másik kicsit piti állarebb dolog, 25 éve vezetem a kórust. Azért érdemes ellátogatni, mert minden évben új
kórusokat hívunk meg az ország különböző tájairól, külföldi kórusokat is, az idén most nem, mert úgy éreztük, hogy azok a kórusok szerepeljenek most, akik elsősorban a Magyar Kórus Mozgalomnak kiemelkedő szervezetei. Hát így többek között a Cantate Nobis ének együttes Jászberényből, aztán jönnek Hódmezővásárhelyről, Százhalombattáról, Pécsről és Egerből. És természetesen a testvérkórusunk itt Baján, az Ad Libitum kórus is itt lesz. Amit szeretnék még mondani, hogy akik szeretik a kórus muzsikát, azok feltétlenül tiszteljenek meg bennünket a jelenlétükkel, mert csodálatos szép műveket fogunk hallani. Kezdődik a Sportpercek. Sportos estét kívánok! Nem sikerült az újabb éremszerzés a bajai cselkáncsozóknak. A hétvégén Kolozsvár adott otthont az ifjúsági Európa Kupa sorozat újabb állomásának, ahol három versenyzőnkért izgulhattunk. Andrássy Márton első mérkőzésén intésekkel vereséget szenvedett és búcsúzott, míg Tóth Eszter és Andrássy Gellért 2-2 győzelemmel bejutott a legjobb 16 közé, ahol azonban mindketten kikaptak, így számukra is véget ért a verseny. Az országos B-döntőbe jutás volt a tét a hétvégén a Bácskas Erdülő csapata számára. Szabó Attila tanítványai hazai pályán fogadták ellenfeleiket, a négyes csoport első kettő helyezettje pedig utazhat Nyíregyházára. A bajai fiatalok nagyot harcoltak a két nap során. A Bácskas Erdülő csapatában több olyan játékos is van, akik a mostani idény kezdetén ismerkedtek csak meg a játékkal, így a mieinknek nem lehettek vérmes reményeik a szezonban. Ennek ellenére több figyelemre méltó eredményt is elértek a bajaiak, így kiharcolták maguknak az esélyt az országos B-döntőn való szereplésre. Ehhez a hétvégi három ellenfelükből kettőt le kellett volna győzni, és ennek megfelelően is kezdődött a sorozat. A Szedeák ellen magabiztosan 71-54-re nyertek a mieink, életben tartva a továbbjutás esélyét. Jól is indult a mérkőzés, nagyon jól megindultunk, kosarakat dobtunk, és végig vezetve uraltuk a mérkőzést, és szerintem jó meccs volt. A másik szombati mérkőzésen a PVSK volt a mieink ellenfele. Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy az oroszlány mindenki ellen esélyesnek számít, így a másik továbbjutó hely ezen az összecsapáson dőlhet el. A kiegyenlített első félidőt követően a pécsiek fokozatosan elhúztak, és végül 85-63-ra nyerni is tudtak a Bácska ellen. A PVSK-val kétszer játszottunk ezt megelőzően, mind a kétszer kikaptunk. Tehát egy olyan, már a bajnokság kezdeti szakaszában azért, de kikaptunk. És gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy tényleg egy kiki meccs, és akkor megyünk nekik. Tehát, hogy így alakult. Aztán az egész meccs úgy alakult, hogy ugye fogadkoztunk, készültünk rájuk, ismertük őket, és háromnegyet tudtunk tartani, tehát addig egymás mellett mentünk, egy-két pont lett, a negyedik negyedben meg sajnos elfáradtunk. A papírformának megfelelően a Bácska vasárnap kikapott az oroszlánytól, a Pécs pedig legyőzte a Szedeákot, így a bajaiak a harmadik helyen zárták a csoportot, és nem jutottak be a B-döntőbe. Ennek ellenére Szabó Attila együttese minden dicséretet megérdemel az idény során nyújtott teljesítményéért. Kettős terhelésnek volt kitéve a hétvégén az OB3-as teniszcsapatunk. A bajaiak szombaton és vasárnap is bajnoki mérkőzést játszottak, ráadásul mindkettőt hazai környezetben. Az első napon a Siófok 8-1-re nyert a Szigeti Teniszközpontban, míg egy nappal később a Paks tudott győzni 7-2-re. A bajai teniszklub csapata szombaton Pécset üti a labdát. Köszönöm szépen a figyelmüket, további szép estét kívánok! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Csak a falak maradnak. Megkezdődött a Hadik utcai orvosi rendelők felújítása, az épület kívül belül megszépül. Kutyatámadás és autóbaleset. Mintegy 100 fiatal mérte össze tudását a megyei elsősegélynyújtó versenyen Baján. Az országos döntő volt a tét. Kettő napon át hazai környezetben harcolt a továbbjutásért a Bácskas Erdülő csapata. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Addig is köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Napos és erősebben felhős időszakok egyaránt lesznek. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. A csapadék esélye délnyugaton a legkisebb. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható.